Nincs kedved valamikor kimozdulni? De. Ne aggódj, minden rendben lesz. Forgatni nekem nagyon nagy élmény volt. Nagyon jó viszony alakult ki a színészek és a stáb között is. Ez is egy inkubátorfilm volt, ami megköveteli azt, hogy egy ilyen csökkentett, kisebb csapatban dolgozzunk, amit én egyébként nagyon tudok szeretni, mert ez egy nagyon koncentrált munka. Sokszor a részlegek egymásba lógnak, mindenki segít mindenkinek, és itt is egy elképesztően erős brigád jött össze. Körülöttem nagyon jó barátok és nagyon jó szakemberek voltak, és szerintem ez egy ilyen nagyon jóféle alkotói folyamat volt. Amikor az ember elsőre ránézel a forgatókönyvbe, akkor azt látja, hogy ez egy fantasy film, de valójában hamar rájöttünk, hogy ez egy fantasy közegbe ágyazott, inkább szerelmes történet, és nagyon jó volt így együtt kialakítani azt a világot, ahol igazából mi a klánozást, meg a képi dramaturgiát a szerelmi történetre húztuk fel, és e köré rakosgattuk fel, mint egy ilyen melléktermék ezt a fantasy világot, ami persze nagyon érdekli a nézőt, de ez egy ilyen jóféle munkamódszer volt, és szerintem a film is emiatt is lesz érdekes. Ez nem volt egy egyszerű feladat, tulajdonképpen nagyon dióhéjban ugye az történik, hogy a fiú elkezd látni a lány szemével, és abba szeret bele szinte, amit a lány lát. Tehát a lányt nem is látja, néha esetleg a tükörben, de hogy igazából ahogy a lány szemléli a világot, ő az, amitől így kizökken az előtte beszorult világából, és elkezd a változás útjára lépni, és megkeresni ezt a lányt. Szóval igazából ez egy nehéz dolog volt, hogy valakinek a látását megmutatni. És erre mindenféle teszteket csináltunk. Először vannak ilyen szerkezetek, hogy egy bukósakra rászerelt gép, és akkor az olyan, mint hogyha amerre forog a fej, azt mutatja. De aztán rájöttünk, hogy tulajdonképpen a látás persze egy nagyon nagy látószögű objektívvel működik, de hogy amikor az ember úgy figyel dolgokat, akkor nagyon fókuszált lesz, és leszűkülnek a dolgok, és igazából elkezdtünk arra a részletekre koncentrálni, amik mindenkinek az életében ott vannak, de nem biztos, hogy mindenki észreveszi őket. Szerintem nagyon érdekes volt az, hogy a Bennett valami olyat csinált, amit nem biztos, hogy mindig látunk tőle, nem a klasszikus karaktert. Nagyon jó párost alkottak Hartai Petrával, aki a szívét belerakta a filmbe, és az ő tekintete nélkül nem lenne ennyire erős. És még ott volt velünk Nagy Mari, aki egy plusz fűszert adott az egésznek, illetve Lukács Andor pedig egy élő legenda, és vele is óriási megtiszteltetés volt dolgozni, és emlékszem olyan pillanatokat okozott, amikor az ember úgy a kamerán keresztül néz a jelenetet, és hogy érzi, hogy na ez most mozi, ez most úgy film. Hogy igazából még ez a fantasy világhoz nagyon hozzatartozott azt, hogy milyen színekből épül fel, hogy egy viszonylag leszűkült színrendszerben legyünk, és ennek volt egy ilyen ellenpólusa az, hogy nagyon szerettünk volna egy nagy sárga repcemezőbe forgatni, és emlékszem az utolsó két forgatási napot, és nagyon vártuk, hogy mikor fog virágozni már a repce, és készerét várt az egész stáb, hogy kimehessünk és kivonulhassunk, és végül is sikerült egy olyan időpontot találni, mindenkinek jó volt, és szép is lett nagyon. Valahogy minden sokkal szebb, hogyha veled nézem.